A Sátoraljóhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ adott otthont az első daluló zemplén népdaléneklési találkozónak. Erre az eseményre Hegyköz és Bodrog Köz népdalos kórusait várták, így összesen 16 csoport gyűlt össze a Latabár Színházban. A találkozó Sátoraljóhely város önkormányzata, a Kossuth Lajos Művelődési Központ és Pandák Pál közös szervezésében jöhetett létre. Pandák Pál köszöntő beszédében kiemelte, hogy napjainkban sajnálatos módon felejtésbe merült a népdal, de ezen nem csak az ilyen találkozók, hanem mi magunk is tudunk segíteni. Felkérem Önöket, hogy ezen a süllyedőbe lévő dolgon segítsünk, akarjunk segíteni, és ha lehet, akkor gyerekeinket, unokáinkat próbáljuk arra bírni, hogy bizony-bizony egy településen, egy kiemelkedő egyházi vagy állami ünnep ne múljon el nemzetiségi viselet nélkül, vagy egyszerűen a magyar, bodrogközi, hegyközi viseletek nélkül, és ne múljon el olyan énekek nélkül, dalok nélkül, amelyek éppen egyházi, vagy olyan történelmi énekek, amelyeket nagyon szívesen az adott időbe és pillanatba, tehát felemelővé teszik azt az összejövetelt. A kórusok Hegyköz és Bodrog Köz több településeiről érkeztek, így fiataloktól kezdve az idősebb korosztályig mindenki helyet kapott a színpadon. A telkibányai férfi dalárda összeállítása alatt a közönség is nagyon jól mulatott. 2006-ban igazából egy baráti körként alakult. Jött egy igény többek részéről, hogy jó lenne együtt énekelni. Tehát összejárogattak, egy kis borozgatás, ahogy férfi kórusnál ez így lenni szokott, és akkor egy közös éneklés, és aztán találtak maguknak egy művészeti vezetőt, aki ezt az elődömet, aki ezt így kicsit professzionálisabb irányba vitte tovább. Ma este egy kékedi dalcsokrot fogunk előadni, valamint egy, hát hozzánk méltóan egy boros dalcsokrot, valamint egy kis meglepetéssel készülünk még. Az estére Felvidékről is érkeztek. A csoportunk 1981-ben alakult, tehát már 41 éves a csoportunk. 16 személlyel alakult, de sajnos a betegség miatt, illetve elhalálozás miatt sajnos kevesebben vagyunk, de jelenleg is fiatalok jöttek hozzánk, aminek nagyon örülünk, és feltöltöttünk, úgyhogy megint vagyunk 14-en nagy örömünkre. A népdaléneklési találkozót hagyományteremtő jelleggel szervezték meg, így mindenképp szeretnék a következő években is, ha találkozhatnának a kórusok.